Magyarországon először debütál a Circo Massimo 2020-ban Donert Antal, Hortobágy Károly díjas cirkuszművész bemutatásával itt Mezőtúron. Mit tudhatunk erről a produkcióról, amely október 8-ától 11-éig lesz jelen a városunkban? Hát különlegességeket hoztunk. Van egy ilyen víziorgonánk, akkor van egy autorobot transformerunk, akkor van Magyarországon most tényleg először egy gorilla, King Kong, ami a régi filmekből lehet látni, ami 8 méter magasba emelkedik, karjait mozgatja, tehát tényleg egy érdekesség. Kutyarevű, akrobaták, légtornászok, és nagyon jó bohócunk van, ami sokat foglalkozik a gyerekekkel. A Donald Family 1886-ban alapította ezt a társulatot. Mit tudhatunk a cirkusznak a múltjáról? Hát mi vagyunk a 6. generáció, és ebbe születtünk, más nem tudunk csinálni, csak ezt, és próbáljuk vinni tovább, egyre nehezebb, mert ugye az állatokkal is, nekem is volt 40 fajta állatom, és hát körbe az országokba le vannak tiltva, még nálunk van először. Én Szerbiába utaztam nagyon sok évig, és ott is betiltották is. Utána el kellett adogatni az állatokat, állatkertekbe beadtuk, meg mindenhova elefánttal. 47 évig dolgoztam, úgyhogy most nincs állat. Kutya nevű van. Az előadások a csütörtökön kezdünk 18 órakor, pénteken 18 órakor, szombaton két előadásunk van 15 és 18 óra, vasárnap egy utolsó búcsú előadás, az délelőtt 11 órakor. Az előadások az egy olyan óra 50 perc, ugye a gyerekek, hogy ne unják meg, mert hál' Istennek nagyon jó vízhang van, tehát nem unják meg a gyerekek, mert sokat vannak velük foglalkozva. Több produkcióba be vannak véve, és ezért is nem több mint két órás műsort nem érdemes, mert pici gyerekek azok nem bírják ki, és bohóccal nagyon jól el vannak, mert állandó a műsor alatt, tehát nincs unalom, pörög a műsor. Interaktív, hogy ne unják meg a gyerekek. Itt az a lényeg, mert aki nekünk a közönséggel szembe még hozza, azok a gyerekek. Ugye, mert anyu, menjünk a cirkuszba, vagy, tehát ők azok, akik jönnek, és azokkal többet kell foglalkozni, mert az idősebbek, mondjuk a normál fiatalok eljönnek, na kíváncsi, hogy mi lesz ebből. De a gyerek az elhozza. Főként melyik korosztálynak ajánlottak ezek a produkciók, amelyeket önök hoznak el nekünk? Hát ez most érdekes, mert ez a legkisebbtől a legidősebbik, mert vannak olyanok, akik azt mondják, gorilla. Hát azt én gyerekkoromban láttam ugye Afrikában, vagy hol ez a King Kong gorilla, hát ez ugyanaz, ugyanúgy néz ki teljesen. Persze, hát az is preparált volt, meg ez is. Már úgy értem, hogy ez egy hidraulikusan működő, nem élő. És érdekes nagyon, mert a kezeit mozgatja, ujjait mozgatja, 8 méter magasban megemelkedik, tehát egy érdekesség. Erről a Transformerről, erről tudhatunk-e még esetleg valamit? Igen, ez is egy érdekes dolog, ami megnyílik, és ahogy nyílik ki, gyönyörű millió fényekkel árassza el. És akkor mi, ugye, nem pénzért hagyjuk fotózni az embereket, mert ez tényleg ilyen különleges dolgok, hanem ingyen a családdal együtt fotózhatnak. Említette, hogy lesznek légtornászok is, illetve kutyás és macskás bemutatók is. Ha nem kutyák vannak, ez a légtornászokból is egy különleges produkció. Mi úgy nevezzük, hogy tisú. Ez a ejtőernyőből készült anyag, és azon az anyagon csinálnak különleges produkciókat a lányok. Az egyik, a másik megint csak egy olyan produkció, másfajtában is egy karika. Tehát mindegyik ilyen, nem minden napi lát, trapéz vagy ilyesmi, hanem ez egy különleges produkció.